Ez az 50-es születésnapi tábla nem a 406-os dízelmozdonyra vonatkozott, hiszen az 1964-ben állt forgalomba, de még csak nem is a felső tárkányi állami erdélyi vasútra, hiszen az első vonalat 1915-ben építették ki. A mozdonyvezető Véres Tamás születésnapját jelezte mindez. Én 2001-től vagyok itt egyébként, tehát 2001-től nyomom a pedált, úgymond. Csepelmotorhatja, amit tudni kell róla, 80 lóerő körül van a teljesítménye, 75 kW, és akkor 4 hengeres soros motor, tehát a honvédségi autókban is ezt használták anno. A hajdan több mint 40 km hosszú tárkányi vonalból már 5 km maradt. A felső tárkányi kisvasút ezen a szakaszon a település és a Stimec ház között közlekedik, általában hétvégenként, nyáron hétköznap is. Az ünnepre való tekintettel ezúttal a sziklaforrás megállótól indultak a járatok a Stimec házhoz. A végállomásnál a Stimec háznál a Gajdos zenekar tagjai Okos Tibor és Kerekes Polgár Lilla tartott népzenei foglalkozást, illetve népi játékok várták a kisebbeket. Az utasok között ott voltak a Putnoki Nyugdíjas Klub tagjai is, akik leszállás után rögtön nótázni kezdtek. Ez a vonat most van indulóba, a belseje fel van világozva, a belseje sárgára, leszerelő öreg bakák számára, mennek haza végleges szabadságra. Az Egeredő ZRT az országban egyedülálló módon 3 kisvasutat tart fenn, a Felsőtárkányit, a Szilvásváradit és a gyöngyösi székhelyű Mátra vasutat. Korábban mind a 3 kisvasúton minden évben volt kisvasúti nap, de amióta a kisvasútak egy egységes üzemé lettek összevonva, azóta minden évben csak egy-egy kisvasútunkon rendezzük meg a kisvasúti napot. A kisvasútak hétvégenként menetrendszerűen közlekednek. Az Egeredő ZRT területén található 3 vasút történetéről bővebb információ található az Erdőgazdaság és a kisvasút.hu oldalakon.